Utánfutó és tréler egymás hegyén hátán nem egy telephelyen, hanem az M6-os autópálya paksi lehajtójánál készítette a felvételeket a rendőrség nemrég. A szerelvény túlsúlyos volt, a román sofőrrel szemben gyorsított szabálysértési eljárást folytattak le az igazgatás rendészeti osztály munkatársai, a vezető pénzbírságot kapott. Több mását Dézsa a rakomány az utánfutón, Dunaföldváron is túlsúlyos volt a szállítmány a napokban, a rendőrség itt is intézkedett. Az egyik legextrémebb az elmúlt időszakban. Egy Dézsa szállító, magyar rendszámú kis terrautó, amely olyan szinten volt túlsúlyos, hogy a tengelye hozzáért a járműszerelvény pótkocsijának a kerekéhez. Ebben az esetben kollégáim szintén szabálysértési feljelentéssel éltek, és felszólították mind a két járműnek a vezetőjét, hogy a szabálysértést fejezze be. Ez annyit jelent, hogy lepakoltatták a járműről a túlsúlyos dolgokat, és csak így engedték tovább haladni a járműszerelvény vezetőjét. Az elmúlt két hétben 5 túlsúlyos szerelvényt állítottak meg a rendőrök Paks vonzás körzetében, ennek a zöld autónak például a hátulja szinte lelóg a platóról, ami nagyon balesetveszélyes. De nem csak ez a sofőr, hanem egy másik is figyelmen kívül hagyta a szabályokat, amikor 3 autót is vitt a tréleren. A rendőrség azt kéri a közlekedőktől, hogy mindig tartsák be a szállítható legnagyobb ösztömegre vonatkozó szabályokat. Ezek a járművezetők, akik intézkedés alá vontak, ők nem helyiek voltak, hanem az ország különböző részeiből, illetve Európa különböző országaiból átutazóként vettek részt a forgalomban. Azonban nagyon fontos elmondanunk azt, hogy mindenkinek felhívjuk a figyelmét, hogy csak megfelelő vezetői engedély birtokában vezessék ezeket a járműveket, illetve mielőtt elindulnak, megfelelően tájékozódjanak arról, hogy az általuk szállított jármű vagy egyéb más tárgy megengedett legnagyobb ösztömeg feltételeinek megfelel. Lakókocsi az utánfutón, ez a sofőr is hibázott a rakománnyal, nem csak nehéz volt a szállítmány, a vezető meg sem jelölte a túlnyúló részt, ezért a rendőrök feljelentették. A hatóság azonnali intézkedéssel vagy eljárással sújtja a szabálytalankodókat a közlekedés biztonsága érdekében.